Ady Endre, adja az Isten. Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 bús vasárnap helyett, sok víg hétköznapot. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten sírásaink végét. Lelkünknek teljességes, s vágyod békességét. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten, bár furcsa a világ, ne játsszak ölő, gyilkos, cudar komédiát. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 bús vasárnap helyett, sok víg hétköznap. Adja meg az Isten. A sötétség szűnt, míg ez már az a csillag eljön hozzánk, véget ér a gyász, a sóhajtás. Mikor az a csillag kigyúl, Ő
Vas Norbert gondolataival szeretnék önöknek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánni. Az első karácsony halk dallam lehetett, amelyet az éjszaka mélyén dúdolt el a Jóisten. Akkoriban az emberek hagyták még, hogy évvégére elfogyjon körülöttük a fény, és sűrű sötétség gyűjjön össze a helyén. Nem aggattak az ünnepre harsány színeket és hangokat, az ablakaikban nem olvadoztak hatalmas LED jégcsapok, és nem daloltak olcsó liftzenét hóemberes pulóverbe öltöztetett plüss rénszarvasok a boákkal és gömbökkel benőtt kirakatokban. Betlehem külsőn csönd lehetett, és aligha volt túlságosan fényszennyezett arrafelé az ég. Halk ének mellett iszogathattak az éjszakás pásztorok, akiknek angyal adta hírül, indulniuk kell. Meglepődhettek nagyon. Elindulni egyébként is a legnehezebb. Felkelni a tűz mellől, és botokkal meg kolombokkal vágni át a csepp folyós feketeségen, úttalan utak felé venni az irányt, hogy meglássák végül Krisztust. Ne féljetek! Ez a legnehezebb tanítás. A Biblia könyveiben 100-nál is több helyen hangzik el a bátorítás. Ne félj! Így nyugtatja Isten Ábrahámot. Ne féljetek! Így a kiválasztott népet jut Mózes. Ne félj magadhoz venni a várandós Máriát, biztatja az angyal Józsefet, és ugyancsak egy angyal magyarázza el, aztán a sírnál összeseregett asszonyoknak, hogy nem kell félniük. Jézus azért nincsen ott, mert feltámadt. Megtörtént, amire több ezer éve minden ember várt. Várj és ne félj. Az ének megemelt beszéd, a karácsony megemelt idő. Magasban ránt, magához ölel általuk az Isten. Az ének harmónia megrezegteti a levegőt. Jó lenne azt gondolni, hogy ezt keressük, amikor évközben magunkban énekelgetünk, de nem ilyen egyszerű. Az ének az emberi világnak adott darabka isteni. És persze a karácsony is. Nagyon nehéz lenne nélkülük. A karácsony a legnehezebb ünnep, mert mire ideér, elfogy belőlünk az erő, elfogy körülöttünk a fény. De hát a szeretetre a legnagyobb szükség akkor van, ha minden fénytelen. Jézus születésével azonban oszlani kezd a tél, ki kell csak várni. És a karácsony érkezik. És ott van benne a vége és az eleje. Az éveknek, az éneknek, az életnek. Ilyen egyszerű. Hallgassák szeretettel záró énekünket, várj és ne félj.